A Baptista Szeretett Szolgálat Hegymenet Klubja kezdetben a szenvedélybetegek segítésével foglalkozott, azonban nemrégiben megkapták a kibővített működési engedélyt, így már a fogyatékkal élő társaik számára is szerveznek foglalkozásokat. Somogyi Mária, a Hegymenet Klub vezetője köszöntőjében elmondta, céljuk, hogy a testileg vagy szellemileg sérült emberek a családjukban maradhassanak mindaddig, amíg állapotuk azt megengedi. Krisztina, Balázs, Gergely és Richard egy hete járnak az intézmény által biztosított foglalkozásokra, együtt készültek az ünnepekre, díszeket is alkottak. Csináltunk már hóembert, akkor angyalkát, akkor még ilyen koszorúkat, ilyen kis koszorúkat, akkor még csináltunk még... Megdíszítettük a termünket, különféle színekkel. Mi volt eddig a legjobb, ami neked a legjobban tetszett? Hát, hogy együtt díszítettük fel a termet. Igen. Melyik a kedvenc színeid, vagy mik a kedvenc díszeid, amiket felraktál ide? Hát kedvenc színem a piros, a rózsaszín, meg a díszek a harang, utána a télapó, meg a fejűfa díszítés. Gergely és Richard pedig már úgy érzi, a megfelelő munkát is megtalálták számukra. Dolgozunk egy cégnél, de ott nagyon ritkán van munka, és nem is olyan jó, mint ez. Úgyhogy, ha választanom kellene, akkor azt mondom, hogy inkább itt maradok. Te itt dolgozol? Itt szeretnél dolgozni. Mit szeretnél csinálni? Szőnyeget szőni. Tehát amiben a legjobb vagyok, azt csinálok. Amivel szívem szerint foglalkoznék, az a fazekasság. Itt van rá lehetőség, tudsz itt ilyen? Hát egyelőre csak még szervezik, tervezik, hogy ez majd befut, de azon vannak. Mindenki kedves, mindenkivel itt megtalálom a hangot másokkal. Szeretek én is ide járni. A szolgáltatást igénybevevők fogyatékosságuk típusa, súlyossága, életkoruk alapján heterogén összetételűek, ami differenciált foglalkoztatást tesz indokoltá. Fő feladatuk a megszerzett ismeretek szinten tartása, valamint a lehető legnagyobb önállóság elérése. Meg fogjuk kérdezni az ellátottainkat, hogy ők mit szeretnének, meg fogjuk kérdezni a közvetlen környezetüket, hogy ők mit gondolnak, hogy hogyan tudnánk rendelkezésre állni, és nyilvánvalóan hozni fogjuk azokat a szakmai elképzeléseinket, amelyek megvannak. A munkatársak nem csak a szabadidő hasznos eltöltését, a fejlesztést tűzték ki célul, segítséget kívánnak nyújtani azoknak a szülőknek, akik azáltal, hogy gyermekük felügyelet alatt áll, vissza tudnak térni a munkába.